egy moziterem! Nem mondtam még moziteremünk is van! Igen, illetve íme XP Juniornak egy könyvtár! Török könyvek! Igen, srácok, én elfelejtettem, viszont ne felejtsétek el, hogy csak most karácsonyig kaphatok az XP Junioros karácsonyi minták, a különböző pólók, pulcsik, meg minden. Vásároljatok és eljátok ki a legmenőbbek, link a leírásban. Srácok, végre minden palackot a helyére raktam, nem fog többet összeomlani. Tudjátok, mennyi idő volt, mire mindenre kezdve raktam egy palackot? Aj, na jól van, menjünk szépen. Ha? Csengettek? Jól hallottam. Ki lehet az ilyen korán konkrétan? Aj, mi az család? Megyek. Ha? Mi a gond? Mondjad. Ki az? Ó, szép napot, uram! Kicsoda? Ön mit szeretne? Kívánok! Gyertek, Károly vagyok. Igen, és mit szeretne? Értelestem fel önöket, mert a maga fia nagyon nagy összegben ellopott könyveket, ugyebár, és kirabolt kisebb boltokat. Hát igen, ő az én fiam általában, ilyen rossz dolgokat szokott csinálni, de eddig nem volt problémos. Mi a baj? Kell ennek az árát fedezni. Árát? Hát mennyivel tartozunk? Nem tudom, 20-30 ezer forint? 30 ezer millió. Mi? 30 ezer millió forint? Jó ég! Hát annyi pénzünk nincsen, akkor mit csináljunk? Hát ha nincs más választás, kifele a házból. Mi? Elveszik a házunkat? Hát de mi itt élünk? Hát de mi itt élünk? De mert... Most már az állam tulajdona, menjetek ki. Micsoda? Itt kell hagynunk a házunkat? Nem tehetnek? Dehogy nem. De kutyát azt elhozzuk, az gyere tapi. Meg a pálinkámat is elhozom már. Istenem, de olyan megyünk már, gyere tapi. Úristen, hát kilakoltattak minket. Úristen, nincs házunk, nincs egy forintunk se. Most mi csináljunk? Figyeljetek, most hoztam ki 500 forintot, tudunk venni belőle egy lottót, és ha van olyan nagy szerencsénk, akkor talán nyerünk valamennyi pénzt. Hát ennél a hülyeséget én nem hallottam, most 500 forintból megnyernénk a lottót, azt mondod? Persze, velünk van mindig a szerencse, próbáljuk meg. Jó van, hát akkor menjünk, azt vegyük egy lottót, de hát, hogy ezt megnyerik, azt kizártak tartom, komolyan mondom. Jó van, menjünk akkor. Na jó van, család, figyeljétek, megvettem a lottót, a nyerőszám az 918273, remélem, hogy meg fogjuk nyerni. Jó van, most lesz a lottó húzás, Zsófi, itt a telefonod? Jó van. Igen. Akkor hallgassuk, hogy mit mondanak, jó van. Oké, bekapcsolom most. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, mindenkit üdvözlök a lottózáson. Már el is térkeztünk a húzáshoz. Mondom is a nyerőszámokat. 9-es, 1-es, 8-es, 2-es, 7-es és egy 2-es. Ja nem, bocsánat, elnéztem, ez egy 3-as. Nyertünk! Nyertünk! Mixing Junior, nyertünk! Nyertünk 200 millió forintot! 200 millió forintot, úristen! Nem hiszem el! Jól van, oké, akkor menjünk el gyorsan is. Nem tudom, vegyünk egy házat! Gyere, tapi, ez remek hír! Megnyertük a lottót konkrétan! Úristen, jól van! Ez a ház nem is kell, tudjátok mit? Vegyünk egy nagyobb házat! Mit szóltok? Egy új ház, költözzünk el! Mit szólsz, tapi? Végre te is új helyen lehetsz! Jól van! Nézzük valami új házat! Jól van! Oké, menjünk szépen! Nos, család, kíváncsi vagytok az új házra? Készen álltok? Igen, nagyon! Itt van! Ide költöztünk. Ez a mi házunk? Igen, ezt vettem meg. Nézzek, csak a garázs nagyobb, mint az a régi házunk konkrétan. Ezt nézzétek meg. Jól van. Ne aggódjatok, megmutatom konkrétan az új szobákat is. Gyertek szépen. Ez itt a bejárat. Zsófi, nézd, itt a konditerem. Itt tudunk is majd edzeni, hogyha akarsz. Konditerem! Igen, de miért csak még ez van. Itt van a mosdó. Ja, Tapi is nagyon boldog. Íme a mosdó. Tapi majd ebből a WC-ből tud inni, hogyha akar. Nagyon menő. Itt van a nappali konkrétan, itt a tévé, meg ilyenek. Ez az étkező. Igen, pontosan, itt van a konyha, és a Zsófi majd tud főzni. Ezért kicsit nagyobb. Úgy van, jól van. Itt van az ilyen kis pihenőszoba, nekem itt vannak a zenei eszközök, illetve fagylalt, meg mindenféle dolog. Úristen, így van, a medencék is vannak itt, meg ugye napozó ágyak, csak este van. És gyertek, most kapja meg mindenki a saját szobáját! Nagyon jó lesz! Jól van, gyertek szépen, itt állt az izén. Ja, várjatok, még mutatok valamit, figyeljétek, mi van külön. Zsófi, szereted a sorozatokat, ugye? Na, igen, ezt figyeljétek. Nagyon. Egy moziterem! Nem mondtam, még moziteremünk is van! Igen, illetve íme XP Juniornak egy könyvtár! Török könyvek!
Jó, de még nincs vége, most jön még csak a második emelet, srácok. Hát el sem fogjátok hinni. Na gyertek srácok, megmutatom mindenkinek a saját szobáját. Ez lesz az én szobám, kicsit látszik, hogy zöld, meg mit tudom én. Azt nem jött, olyan menő, itt a saját medencém. Jöhet XP Junior szobája, ő kapta a legkisebbet, ő a legkisebb. Na ezt nézzed, íme a te szobád is. Csináltam neked külön egy ilyen kis könyvraktárat, mit szólsz? Na jól van, itt van még egy kisebb nappali, hogyha valaki nem szerette, ugye már soha nem elég a nappali, és itt van Zsófi szobája. Itt vannak a fegyverei, meg mit tudom én. Szóval, jó. Tapi milyen boldog, nézzétek, hogy ugrál. Nagyon örül neki. Jól van. Na, gyere Tapi, ide kihoznak téged. És hát akkor srácok, ja, most mindenki feküdjön le, és akkor holnap pedig örüljünk az új házunknak konkrétan. Zseniális szerintem. Jól van srácok, akkor jó ét, aludjatok ki szépen, álvagyatok szépeket. Jól van. Jó reggel, srácok! Milyen jót aludtam ebbe az új házba, micsoda remekkel, srácok! Írjátok le kommentben, úgyhogy szerintetek milyen jó az a ház. Jól van, megnézem, mit csinál Zsófi. Zsófi, ébren van? Zsófi, jó reggel, szia, gyere szépen! Jó reggel, Zsófi! Látod valahol XP Junior? Ó, ott van XP Junior. XP Junior, mit csinálsz ott a házszélén? Mi ez a hang? Csuklasz! Mi csuklasz? Nyugi! Vigyázz már, XP Junior, mit csinálsz, jól vagy? Jó, saj, menjünk le. Aj, Istenem. Jó vagy, XP Junior? Mi az, hogy csuklasz? Aj, Istenem, komolyan mondom. Aj. Erre tudok egy jó megoldást. Ja, mit? A nagy azt mondta nekem régen, hogy a víz sokat segít. Szóval, menjél csak be a vízbe. Jó, és így áll akkor, vagy mit kell csinálni? Mi? Zsófi, legyen le a víz alá! Ne nyomod a víz alá! Ne nyomd le a víz alá! Ne nyomd már le a víz alá! Megy bánél, ne! Megfolyt a szegény gyereket! Nehogy folytam, ez sokat segít! Jaj, legalább működött? Hát nem működött. Zsófi, majd megfolytatod a kisfiúkat! Komolyan mondom! Jó van! Komolyan mondom! Jó van, oké, mit tehet? Oké, csuklásnál én úgy hallottam, hogy az is működik, hogyha valakit megijesztünk, nem? Jó van. Igen. Oké, akkor XP Junior, csak érd az életedet, mi pedig majd, nem tudom, megpróbálunk megijeszteni. Jó van. Oké, srácok, találjunk ki valami jót, keresek valami jó jelmezt, és akkor megpróbálunk megijeszteni XP Juniort. Zsófi, itt vagy? Haj. Tudod, hogy hol van XP Junior most? Hát az előbb török sorozatokat néztem, és ő is ott volt, szóval a szerintem teremben? Ott van még. Jó, oké. Jó van, figyelj. Mit szólna az, hogyha ezzel a fejjel így megijesztem, hogy váááá, szerinted ettől megijed majd XP Junior? Szerintem nagyon. Jó van, oké. Rendben, akkor megpróbálok odalopúzni mögé, hogy miközben filmezik, és akkor ja, úgy talán jó lesz. Jó van, megnézve, hogy tényleg itt van-e. Nézzük. Tényleg is közben csuklik is, jól van srácok. Akció indul. Oké, még nem beszéljük le, figyeljétek. Jól van. Nyitom ezt, hátra segítve. Jól van, oké. Kop-kop! Elkaplak, szörny vagyok, sárkány vagyok, ide nem menekülsz el. Jó van, oké, leveszem a fejet, én vagyok az. Na, működik? Működött? Mi? Isten, ugyanúgy csuklasz. Jó van, oké. Zsófi, te következel, én megjesztettem, de nem sikerült, van valami ötleted esetleg? Na. Figyelj, XP Junior! Szeretsz repülni, meg zuhanni? Zuhanni, de repülni nem rossz. Nem így jó. Akkor elmondjam az én zseniális ötletem, ami segít a csuklásodon. Majd meglátod. Figyelj csak. 1, 2, 3! Hát család, nem tudom, sikerült megállítani a csuklást XP Junior, nem tudom, hogy mi lesz amúgy. Istenem, mindestre hívtam egy orvos, szerintem már lassan itt lesz. Doktor úr, itt van? Jó napot kívánok, maga hívta doktor orvos? Igen, maga doktor orvos, jöjjön szépen, kérem. Itt van a fiam, már nem tudom, hogy hetek óta csuklik, és nem bírja abba hagyni, már nem tud aludni se, meg semmi. Nincs valami gyógymód erre? Na, nekem van egy jó módszerem. Még nagyapám csinálta velem ugyanezt. Na mi? Na, működött?
Jó, hát ez nem működött. Van valami más módszer, doktor úr? Akkor másik módszerhez kell folyamodnom. Hát meg kell néznem közelebbről. Közelebbről? Nyisd ki nagyobbra a szádat. Ez mi? Ez hogy került ide? Új, most legyúl a torkán! Jó. Van egy rossz hírem. Na, mi a gond, doktor úr? Hát egy nagyon csúnya vírus kapott el a maga fia. Igen, és azt nem tudom, hogy valami gyógyszer vagy ilyenek? Aj. Hát, ilyen gyógyszerről még nem hallottam. Ami és akkor önök életébe csuklani fog? Ne! Hát még talán... Gyere már ki X-Zsorral, az nem biztos, hogy olyan kellemes, gyere ki! Nekem van egy megoldásom. Le fogunk menni a gyomrába, és megöljük a vírusokat, jó Zsófi? Képesek vagyunk rá. Igen, bevegyünk a testébe szerintem. Jó van X-Zsorral, gyere szépen feküdj fel az ágyra, vagy ide az asztalra, és ja, bemászunk a levesbe, edd meg ezt a levest, és akkor mi is a testedbe leszünk, jó? Oké, mindjárt kicsit változunk. Köszönöm szépen doktor orvos a segítségét. Aj. Jól van, oké. De jó van, Zsófi. Oké. Kicsinyítsd le magadat, most! Jó, benne vagyunk a levesbe. Oké, figyelj X-Zé Junior, a dolgod annyi... Gyere ide, Zsófi, gyere ide! Aj, gyere szépen ide. Annyi a dolgod, hogy megedd ezt a levest, jó? Gyere! Gyere közelebb! Jaj, Zsófi, itt vagyunk, foly! Ez X-Zé Junior szája. Jó van, gyere gyorsan. Merre kell mennünk? Erre, gyorsan le. Jó. Oké, jó van, ez a nyelőcsöve, úristen, nem tudom, oké, még lentebb, úristen, mi az isten, ezt komolyan mondom, kutyákja, nem, ez a szívében van, gondolom ennyire szereti tapit, hogy nem tudom, így a szíve ilyen full, nem tudom milyen, komolyan mondom, ilyen tapi volt, de aranyosak a kutyák, amik legalább itt vannak, igen, egyet elvihetnénk, nem, tapi bőven elég, úgyis összekakál mindig mindent egyfolytában, gyere itt a folytatás, szerintem, aha, ez a gyomra. Itt lesz majd valahol a vírus. Jó van. Ja. Itt a vírus! Itt a vírus, gyorsan! Menekül! Figyelsz, fúj, de mocskos minden! Itt az oknim! Megett az oknimat, X-Zé Junior! Meg csontok a... Meg a kikes pénztárcámat! Jól van, menjünk el, a vírus ott van! Jól van, kapjuk el! Istenem, ez gyomorosan! El fog menekülni! Meg kell mindenféleképpen állítanunk, emiatt csuklik X-Zé Junior, a vírus miatt! Jól van, látjátok valahol? Ott van! Jól van, itt a hajszárító is! Komolyan mondom, el sem hiszem! Ezért nem találtam meg ma reggel. Istenem, itt a könyvem, a Korvi és XP kalandjai. Ezt kerestem ilyen régóta. Jó van, gyere Zsófi, menjünk. Oké. Ott a vírus, gyorsan. Már... Menjünk, el kell kapnunk konkrétan. Emiatt csuklik XP Junior. Hol van? Ott van, gyorsan. Ott van. Kapjuk el, úristen, jól van, kigyulladt. Lőjed. Újra kell töltem, lőjed. Oké, úristen, gyerünk Zsófi, utolsó pillanatok, gyerünk! Mindjárt meghalt! Jó van, oké. Megöltük viszont Zsófi, tudod, hogy csak egy út van a kiútból. X-Zé Junior, hallasz minket? Hallám! Na figyelj, enned kéne nagyon-nagyon sok kaját, aztán addig, amíg nem kell vécézed, és tudod, mit kéne csinálni. Jó van, várjuk meg. Oké, itt vagyunk. Zsófi, itt a másik gyógyszer, vedd be. Oké. Jól van. Abrama, még reg? Az égnek. Jaj, de jó. Megöltük a vírust a gyomrodba miatt. Jól van, srácok. Remélem tetszett ez a videó, igen, akkor sokanosnak a lelket, iratkozok, és csak YouTube-ra legyetek engem. Írjátok, hogy tetszik-e az új ház, illetve az új garázs, az új verdákkal. Ha igen, akkor like, sub, csengő. A következő videó találkozunk. Írjátok, hogy 10 per mennyi ez a ház. Sziasztok.